A bátaszéki sportpályán gyülekeztek azon vállalkozó szellemű emberek, akik részt vettek a világméretű tánckihívásban. Az ötletgazda Skordainé Varga Gabriella, a Heimat tánccsoport vezetője volt. Hát ez úgy jött, hogy ugye most már világméreteket öltött a Nombokónak ez a fajta Jeruzsáleme tánc kihívásos zeneverziója, és hát a pandémia véget ugye hát nem tudtunk próbálni, és én arra gondoltam, hogy mivel hogy a közösségek ezáltal hát nagyon-nagyon bezárultak, nem tudunk sehova se kimozdulni, nem lehetett sem erre sem menni, és akkor én úgy gondoltam, hogy megtanítom a csoportnak, és megszólítok civileket, másik csoportokat, hogy lenne kedvük ezt úgy megcsinálni, hogy közösen, hogy igenis megmutassuk azt, hogy bátaszéken is azért össze tudunk állni, és meg tudjuk valósítani, mert valójában nekem személy szerint ez most az összefogásról és az örömről szól, hogy egy kicsit megmutassuk, hogy mi is meg tudjuk csinálni. Felkerestem személyesen az emberkéket, akikre gondoltam, hogy esetlegesen vevők lennének erre a dologra. Nagyon-nagyon, ugye legelső alkalommal a művelődési házat kerestem meg, ők is nagyon pozitívan álltak a dolgokhoz, és az összes úgymond csoport, vagy civil személy, vagy gyermek, mindenki nagyon-nagyon pozitívan állt hozzá. Többek között a Felvidék Néptánc Együttest, a Bátaszéki Székely Egyesületet, a Senior Örömtáncosokat, a Best Street Teamet és több óvodás gyermek szüleit kereste meg az ötlettel. Azt kell mondanom, hogy mindenki, akit megkértem vagy felkértem, nagyon-nagyon lelkesek voltak és nagyon-nagyon örülnek neki, és még a mai nap úgymond egy pluszba még a zombások is csatlakoznak hozzánk, úgyhogy most, ha jól számoltam, ilyen 70-80 fővel leszünk ma. Bár a tánckihívás már 2020-ban elterjedt a világon, a pandémia miatt ők csak május végén tudták elkezdeni a próbákat. Közös próbát is csinált itt lent a focipályán két alkalommal, de javarészt szerintem mindenki azért próbálta az ő idejébe, amikor neki van próbaideje. Ugye ezt mi is május 31-ével tudtunk úgymond elkezdeni, és akkor onnan kezdtük el a próbát, de gondolom, hogy a többiek is. De aki tudott jönni hétfői alkalommal, kértem lehetőséget ide a focipályára, és akkor két alkalmat meg tudtunk úgy csinálni, hogy hát nem mindenki, de azért sokan voltunk itt. És hogy miért is éri meg ez az egész? Amikor oda jönnek hozzám, és mondják, hogy Gabika, nagyon jól éreztük magunkat. Szóval én látom a gyerekeken, a fiatal felnőtteken, az örömtáncosokon. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Egy jó kis közösségi buli, mert az összes fellépő, aki ma ide eljön, lett légyen picike vagy idősebb korosztály, a pandémiának köszönhetően a bezártságból a kimozdulást rettentő módon élvezik azt, hogy egyáltalán egy kis közösséget, úgymond ez most egy kicsit nagyobb közösség, hogy nem csak a saját házunk táján vagyunk, hanem egy össznépi összejövetelt rendezünk most is akkor így. Thank you.